sérülésből tértél vissza, ugye ráadásul nem is akárhogyan. Számítottál rá, hogy főszereplője leszel ennek a derbinek? Hát megmondom az őszintét, azért motoszkált bennem, nyilván minden játékos arról álmodik, hogy így térjen vissza. Tényleg nagyon-nagyon boldog vagyok, de azért néztem az eredményjelzőt is, hogy hanyadik perc van. Nem sok időm maradt, de szerencsére jókor voltam jó helyen, és sikerült bepaskolnom a labdát. Azt kell mondjam, hogy talán még többet is kaptunk, mint amire számítottam, mert tényleg fantasztikus volt a hangulat, és nagyon jó érzés ennyi szurkolót játszani, ennyi nézőt, akik így nyomnak minket előre. Gyakorlatilag végigvezettük a mérkőzést, az elején sikerült egy szép támadás után megszereznünk a vezetést, utána is volt azért egy-két olyan helyzetünk, amiből azt gondolom, hogy ha megrújjuk a második volt, akkor eldőlt volna a mérkőzés, sajnos ez nem sikerült, és ugye itt a végén egy buta hiba után kialakuló helyzetből ugye sikerült az Újpestnek az egyenlítés, ugye Geri már nem tudott úgy felszabadítani, hogy a kapunktól sikerülje rúgni a labdát, és sajnos a Simon Krisztián hosszúan elérte, és berúgta az üres kapuba, ugye. Ez a függetlenül az életed egyik legjobb meccse? Hát, 5 percből azért nem indul neki, de tényleg azért a gól sikerült szereznem, mert egy nagyon fontos volt, ugye, ami mögöttem van, tényleg az egy nagyon nehéz időszak, és inkább azt mondom, hogy ennek egy nagyon jó lezárása, és megérte szenvedni minden nap a konditeremben, utána meg később kint a pályán, úgyhogy most valamit visszakaptam egy kicsit az élettel. Igen, hogy mesélj, hogy volt a gold az érzelmek, hogy akkor mi szabadul ki ilyenkor a játékban? Hát nehéz az érzelmekről beszélni, tényleg hát megkönnyeztem, fantasztikus érzés volt, ugye rég szereztem gólt, és talán ilyen fontos volt is, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Sok védenivalód nem volt, ilyen derbire számítottál? Hát igen, gyakorlatilag azt hiszem nem is volt kaputátráló kísérlete ugye az Újpestnek. A második fél elején volt egy veszélyes lövésük, ami mellé ment, illetve még az első fél időben egy fejes, ami szintén mellé ment, de ezen kívül tényleg nem volt, azt gondolom, olyan nyomás alatt a kapunk, amire mondjuk számítani lehetett azok után, hogy korán megszereztük a vezetést. Tényleg azt gondolom, hogy jól védekeztünk egész mérkőzés alatt, nem nagyon tudott minket megbontani az Újpest, ezért is nagyon fáj az, hogy itt a végét így elrontottuk. 2015-ben sikerült utoljára megvenni az Újpestnek a Ferencvárost. Hogy látod, mi lehet ennek az oka, hogy azóta nem sikerült még nyernetek? Nem tudom, szerintem mindig kiki meccseket játszunk, mindig ilyen apró hibák, nyanszok döntenek a mérkőzéseken. Úgy gondolom, hogy mindig ott vagyunk, hogy megverhetnénk őket, de valahogy eddig mindig túljártak rajtunk. Ez egy út, amit szeretnénk változtatni, és már jól ellenünk nyerni. Gondolom, ha megtettünk mindent, reméljük legközelebb majd idegenben sikerül. Ugye a derbi az teljesen háromesélyes, tehát azt mondom, hogy nagyon-nagyon nehéz tényleg a Ferencváros ellen, de ugyanígy ezt el lehet mondani az ő részükről is, ugye ez mindig egy rangadó, kiélezett mérkőzés, jó csapatok, jó hangulat, tényleg nem számít a jelenlegi forma, azt gondolom, és jó lenne most már azért tényleg nyerni is. Most így 9 ponttal vezetjük a bajnokságot, én azt gondolom, hogy még korai lett volna bármit is kijelenteni akkor is, hogyha megnyerjük ezt a mai mérkőzést. Sok mérkőzés van még hátra, nekünk is nagyon nehéz minden mérkőzésen pályára lépni és begyűjteni a 3 pontot, és mint látjuk, hogy a Vidinek sem megy ez könnyen, úgyhogy hát gyakorlatilag ugye most 4 pontot hoztunk rajtuk eddig a tavaszi 2 meccsen, úgyhogy bízunk benne, hogy tovább tudjuk majd növelni az előnyünket, és akkor minden megnyugtatóbban tudunk belemenni a következő mérkőzésekbe. Sérülésbe tértél vissza, most már 100%-osnak érzed magad? Igen, abszolút 100%-os állapotban érzem magam. Nyilván azért ugye kihagytam 11 hónapot, tehát az erőllétem azért még hiányos, de sokat dolgoztam tényleg azért, hogy akár csak keretbe is kerüljek, úgyhogy helyén kezelem a dolgokat. Nagyon örülök neki, hogy lehetőséget is kaptam, ennek is nagyon örülök,
és dolgozok tovább, és szeretnék majd hamarosan a kezdő csapattagja is lenni. Akár már jövő héten felcsúton a Puskás ellen? Hát ne szaladjunk annyira előre, azért azt gondolom, hogy a csapatnak megvan egy nagyon jó magja. Tényleg most az edző nekik szavaz bizalmat. Én tudom én is, hogy mindenki tudja, ez a sérülésből jöttem vissza. Szerintem akkor tudom most jelenleg a legjobban a csapatot segíteni, hogyha a végén a vezető edző becserél, és egy kis lendületet tudok vinni a játékba, úgyhogy úgy gondolom, hogy most akkor tudok a legtöbbet segíteni a csapatnak.